A mögöttem látható utca a Makhetesi erdő mélyébe vezet. A helyiek elmondása szerint általában éjszakánként akár több száz migránst is szállítanak be a taxisok a Makhetesi erdőbe. Azt mondják, általában hajnali 3 és 4 óra között a legintenzívebb a forgalom, akkor egymás után száguldoznak a taxik nagy sebességgel az erdő irányába. Az erdő alatt élő emberek egyre nehezebben viselik el az évek óta tartó migránsválságot. Egyesek már azt fontolgatják, hogy elköltöznek onnan. Egész éjjel, egész nap örök ég a villany, mindig mennek el, bámulnak a kapuba, bebújnak a sarokba, lesekednek, elegünk van, ki nem merünk menni az utcára, föl vannak fegyverkezve. Nem, még egy kicsit szöknünk kell mind a nyulaknak. Hűvösre fordult az idő, az erdőben tanyázó migránsok fáznak, a helyi lakosok pedig félnek, hogy felgyújtják az erdőt, vagy beköltöznek a házakba. Tüzet biztos, hogy raknak, házakat már rengeteget biztos, hogy föl is törtek. Tehát én nem hiszem, hogy itt bármikor is ez megoldódna. Tehát biztonság, tehát tél, nyár, bármi. Itt nincsen. Független attól, hogy itt vannak-e a... Na, itt van. Erről beszélünk, itt áll mellettem, szóval akkor most miről is beszélünk? Nem védenek meg minket. Mitől védenek meg? Ők itt állnak? Hát jönnek, mennek a taxisok másik irányba, szóval... A bennünket figyelő migráns azt mondta, az erdőben alszik, van elegendő pénze, iratai nincsenek, így most próbál kapcsolatba lépni olyan emberekkel, akik segítenének neki tovább menni. I have not plan. I plan to go to Germany, but because too much with police out giving is now come back through. I don't know where go is, but I have too much problem not go to Germany. How much people see me? Why come back here to Germany? Help me. I don't know where going. A stábunknak nyilatkozó migránst pár percre rá bolti lopáson kapták. Az üzlet dolgozói feltartóztatták, a kiérkező rendőrök pedig megmodozták és elvezették.